Sziasztok! A tavalyi évet azzal zártam, hogy van néhány ötletem még fejlesztésekre, amiket az idei évben fogok végrehajtani. Hát itt az első, ez nem más, mint a hőszigetelés. Hőszigetelés szükségessége talán nem is igényel nagyobb magyarázatot. Gyakorlatilag a dupla falu üsnél fűtjük a töltetet, az olajtöltetet, ami melegíti egyrészt a belső falon keresztül a cefrét, a külső falon keresztül pedig a környezetet, ami igazából hőveszteség számunkra. Ezt minimalizálandó érdemes körbeszigetelni az üstünket. Én egy viszonylag egyszerű módszert választottam, ez nem más, mint a drótfonatos paplan, hasonló néven fut. Ez gyakorlatilag valamilyen ásványgyapot, hőszigetelés, arra egy szálerősített alufólia réteg van kasírozva, és az egészet egy ilyen drótfonat, vagy népies nevén csibeháló veszi körbe, ami bele van fonva magába a hőszigetelésbe. Ez azért előnyös, mert nagyon könnyen lehet rögzíteni, szerelni. Ezt a hőszigetelést kimondottan kazánok, csővezetékek, gőzvezetékek, hőcserélők, hasonló egységeknek a hőszigetelésére találták ki. 640 fokig ígérik a működési tartományát hőmérsékletre nézve, és a hálónak, a dróthálónak köszönhetően nagyon könnyen rögzíthető, ugyanis sima mezei kötöző dróttal ugye át lehet fűzni a háló szemei között, és aztán oda lehet ugye szorítani gyakorlatilag egy kombinált fogó vagy egy harapófogó segítségével az üst köré lehet ezzel rögzíteni. Egy ilyen hőszigetelés az 50 centi magas, és ha jól emlékszem, 4 méteres tekercsben lehet kapni. Ez az üstre gyakorlatilag kétszer elegendő lenne. Szerencsém volt, mert az én üstöm szigetelendő része az körülbelül olyan 51-52 centi, tehát alig lógott ki belőle valami. És hogy könnyen tisztítható legyen, illetve ha az ember hozzáér, akkor ne pörögjön ki, ne porladjon, ne szöszöljön a hőszigetelés, valamivel lezárni az egészet. Erre talán egy jó megoldás ez a fajta lemez, ezt azt hiszem golyónyomot vagy golyómintás lemeznek hívják, kandallós boltokban, épületgépészeti boltokban kapható. Az előnye az, hogy elég olcsó és könnyű megmunkálni. Gyakorlatilag a mezei kínai háztartási ollóval vágható, kézzel hajlítható, tehát könnyen megmunkálható anyagokról van szó. Egy tekercs őszigetelés az körülbelül olyan 8000 forint, 1-2 méter, ugye ezt folyóméterre adják, 1-2 méter ilyen a golyónyomott lemez, az mondjuk 2000 forint, tehát nagyjából 10.000 forintból megvagyunk, és persze nem árt egy kis hőálló ragasztószalag, amivel a lemezt lehet különféle pontokon rögzíteni. Ezekkel gyakorlatilag hát egy viszonylag egyszerű módon földolgozható a hőszigetelés az üst köré. Nem mondom, hogy a legszebb lett a megmunkálás, de gyakorlatilag működik, és azért érezhető a hatása. Próbafűtéseket már csináltam, és azért elég sok hőt megfog a hőszigetelés, tehát érdemes ilyesmibe beruházni.